Abban az időszakban annyi csatázás volt, meg annyi nehéz külső körülmény. Nem kezdtük el még szervezni a lánybúcsút, de hogyha a Ketrinből indulok ki, akkor az valóban hatalmas buli lesz. Hát árul, de igaziak? Nem. Nem, amikor 18 voltam, megcsináltam. Itt vagyunk Yvonne Dederik Találd fel önmaga című könyvének bemutatóján, és hát természetesen itt van Yvonne lánya Ketrin is, valamint nagyon jó barátnője Köllő Babett, akiket meg fogunk kérdezni arról, hogy milyen volt, amíg Yvonne a könyvét írta, illetve hamarosan esküvő is lesz. Úgyhogy azt is megkérdezzük, hogy vajon arra hogyan készülnek. Ketrin, hát itt vagyunk anyukádnak a könyv bemutatóján. Olvastad a könyvet? Nem. Jó, mert magyarul írta, és azért mindenki tudja, nem tudok olvasni alig angolul, szóval magyarul sem. Milyen volt a munkafolyamat? Azért anyukád biztosan nagyon sokat dolgozott rajta. Érzékelted azt, hogy mondjuk egy kicsit kevesebbet van veletek? Hát én most, hogy nem lakok vele, akkor így nem annyira én éreztem, de amikor oda mentem így látogatni, akkor sokszor volt, hogy Ketrin, most nem, írok. Nem laksz anyukáddal, akkor kivel laksz, a pároddal? Igen, a párommal lakok. Mióta laktok együtt? A november óta, szóval már igen. Tök jó, az elsőszor, hogy lakok valakivel. Tényleg? Ez az első párod, igen. Akivel együtt laksz, hát és milyen? Komoly. Nem unom. És hát anyukádnak lassan lesz esküvője. És mondtad nekem, hogy te készülsz egy vadlány búcsúval. Hogy áll a szervezés? Már várom, Izraelben lesz az a búcsúbuli. Akkor azért már vannak fejlemények azóta, mióta legutóbb beszéltünk. És hát nem hazudtoltad meg magad, azért mindig fel tudsz öltözni nagyon csinosan. Figyelj, Ketrin, engem mindig érdekelt. Árul, de igaziak? Nem. Nem, amikor 18 voltam, megcsináltam. Nekem volt mellem, de nem voltak szép a formák, egy picit, mint ilyen szomorú órok, kutya órok. De már felvidultak. Igen, most igen. Én itt kinyitottam a könyvet, ahogy a kezembe kaptam, és az ütötte meg itt a szememet, hogy átkot hozott a TV2 az életemre. Ez a 140. oldalon van. Nem akarom, hogy spoilerezd, de azért egy kicsit mesélj róla, hogy miért ezt a kis alcímet adtad ennek az oldalnak. Hát mert az mindenképpen megváltoztatta az életem, tehát az ott töltött időszak. És hogy könyvben írok róla, de nyilván rengeteg nehézség volt. Amúgy is nyilván egy nagyon magas vezetői pozíció, de az önmagában nem zavart, hiszen korábban is vezetői pozícióban voltam. Csak azt a világot, a tévézést abban az időszakban annyi csatázás volt, meg annyi nehéz külső körülmény, hogy az így nagyon beszippantott mindenki. Éppen. És beszéltél arról is, hogy azért 50 fölött a nőknek valószínűleg nehezebb elhelyezkedni, vagy legalábbis ezt gondolják nagyon sokan. Mit gondolsz erről szerinted? Hogyan lehet megkönnyíteni a helyzetüket? Hát ez mindenképpen így van, és ugye a munkáltatói oldalról is el kellene kezdeni ilyen tréningezni. Mm-hmm. Tehát ugyanúgy, mint a női egyenjogiság esetében a nagyvállalatokat elkezdték, az különböző szervezetek tréningezni, ugyanígy fel kell hívni. Tehát ez egy téma. És hát Ketrin nekem elárulta, hogy lassan itt van az a nagy vadlánybúcsú, amiről nekem már beszéltetek korábban. Hogy áll a szervezés? Be vagy avatva? Az enyémben nem vagyok beavatva. Nem vagyok beavatva, meg szerintem nem is kell. Hát ugye ő tudja a dátumot, és akkor abból dolgozunk visszafele. Úgyhogy én hagyom is, hogy ő ezt így találja ki. És az esküvő szervezéssel hogy állsz? Hát még nem különösebben jól, úgyhogy majd ott tényleg ki kell találni. Most már egy kicsit kezdek közeledni ide a koncepcióhoz, de nem akarunk semmi nagy felhajtást, hanem valami nagyon, nagyon egyszerű, de az is komplikált. És hát most lesz azért egy kis szabadidőd, így most a könyv készen van. Költözni fogok egy új házba, tehát hogy hova költözöl? Családi házba? Családi házba továbbra is, de egy teljesen másikba, és azért ilyenkor össze kell pakolni a múltat, ott van a gyerekeimnek még a óvodásköri rajzai, meg minden, és azért azt el kell gondolni, most ezt viszem, nem viszem. Babett, hát szó volt arról itt, amikor a könyvről beszélgettek Yvonnék, hogy az 50 fölötti nőknek egy kicsit nehezebb boldogulni mondjuk a munkaerőpiacon. Te még nem vagy 50, de mit gondolsz erről?
Az én területem azért viszonylag speciálisabb, ugye a média világa, ott egészen más dolgok, amik nehezek, és az kortól független szerintem, hogyha hosszabb ideje bent vagy, vagy változik az ember, vagy szépen lassan ugye elfelejtik, és nem kap elég feladatot, úgyhogy a miénk az ennél sokkal speciálisabb, de biztos vagyok benne, hogyha más területeken nézem, hogy így van, holott én azt gondolom, hogy egy 50 fölötti ember akkor a szakmai tapasztalattal rendelkezik, hogy vétek nem használni. Ivonnak tudom, hogy hamarosan azért már itt van az esküvője, meg vagy hívva? Hát nyilvánvalóan, de várja, mi egy szűk baráti kör vagyunk, tehát nekünk az van, hogy nem hogy az esküvőre meg vagyok hívva, hanem hogy nekünk mi havonta egyszer van egy kötelező csajos ebédünk, amiben benne van egy ilyen inspiráló női kör. Sőt, van olyan, hogy összejövünk, és hajnali 5-ig ülünk, és beszélünk, és próbáljuk megváltani a világot. Úgyhogy szerencsés vagyok, hogy ilyen barátaim vannak, és az érdekesség, hogy a mai napig tanulok tőlük, és egyébként van is mit tanulnom, mert azt érzem, hogy mondjuk a munkámban, tehát boldog vagyok az életemben jelen pillanatban, de az a rész, hogy én magam legyek magam számára fontosabb, az önfejlesztés rész, az még előttem van. Tehát Ivon ezen már túl van, nekem még előttem van ez a rész. Meg vagy hívva, megkaptad már a meghívót a lánybúcsúra? Nem kezdtük el még szervezni a lánybúcsút, de hogyha a Catherine-ből indulok ki, akkor az valóban hatalmas buli lesz.